Az Indiai Köztársaság Dél-Ázsiában található és a világ hetedik legnagyobb területű és a második legnépesebb országa. Fővárosa Új Delhi, hivatalos nyelve a hindi és az angol, de regionálisan még 20 nyelvet ismernek el. Íme 15 érdekesség Indiáról. Előrejelzések szerint India 2024-ben fogja átvenni a legnépesebb ország címet Kínától, és a 2050-es évekre már 1,7 milliárdan fogják lakni. Indiában találkozhatunk a világ legnagyobb együtt élő családjával. A családfőnek, aki egyben egy vallási szekta vezetője is, 39 felesége, 94 gyereke, 33 unokája és 14 menye volt 2011-ben. Mindannyian egy 100 szobás kastélyban laknak. A hindu naptárban 4 helyet 6 évszakot különböztetnek meg. Tavasz, nyár, monszun, ősz, korai tél és tél. A külföldieknek tilos az indiai pénzt, avagy rúpiát kivinni az országból, vagy bevinni oda. A világ fűszereinek 75%-át India termeli meg. A kummela egy tömeges hindu zarándoklat, melynek során a hívek rituálisan megfürdenek a Ganges folyóban. 12 évente tartják meg és 2 hónapon át tart. A legutóbbi 2013-ban volt és összesen 120 millió ember vett rajta részt, ezzel ez lett a világ legnagyobb találkozója. Az egyik indiai államban a rendőrök fizetésemelést kapnak, ha bajuszt növesztenek. Egy szervezet 2,5 millió 0 rúpiás bankjegyet nyomtatott és hozott forgalomba, hogy ezzel harcoljanak a korrupció ellen. Ha egy hivatalnok kenőpénzt vár el, akkor ezt adják neki, hogy megszégyenítsék. A világon több mint 40 millióan érnek modernkori rabszolgaként, ebből messze a legtöbben Indiában, 18 millióan. Egy indiai légitársaság csak női légiutas kísérőket vesz fel, mert ők könnyebbek és ezzel üzemanyagot spórolnak. Az indiai aranytemplomban működik a világ legnagyobb konyhája. Naponta 100 000 embert lát el étellel, rasztól, vallástól és társadalmi szinttől függetlenül teljesen ingyen. A bánk egy hagyományos indiai ital, amely tejből és marihuánából készül. Az indiai fiatalok több mint fele még mindig jobbnak tartja az elrendezett házasságot, mint a szerelemből egybekelést. Indiában a házasságot csak kb. 1% végződik válással, Magyarországon több mint a fele. A világ legszennyezettebb városainak nagy része Indiában található. Indiához tartozik az Észak-Szentinel-sziget, melynek lakói, a szentinelészek a mai napig nem kerültek komolyabb kapcsolatba a modern civilizációval. Gyakran ellenségesen viselkednek és elutasítanak minden kontaktust a külvilággal. Jelen tudomásunk szerint ez az egyetlen ilyen törzs a bolygón.